Az esemény Dobai Szabolcs, a Borsod és Térsége Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetője nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy az öregedő társadalomban, valamint a gyarapodó számú szegénységben élő idősek és betegek ellátása egyre nagyobb kihívás jelent környékünkön. A tanévnyitó gondolatokban az is elhangzott, hogy a Borsod és Térsége Gimnázium és Szakközépiskola szociális gondozó és ápoló, valamint szociális szakgondozó szakon tavaly megközelítőleg 100 fő tett eredményes vizsgát és szerzett szakképesítést, aki eddig dolgozni szeretett volna a szociális szférában, el is helyezkedett. Az oktatási intézmény több mint 10 millió forintot nyert pályázaton a rövid távú szakképzés bevezetés segítésére, amelyből technikai eszközöket, projektorokat, számítógépeket, szemléltető eszközöket vásároltak a magasabb színvonalú és gyakorlatorientált oktatás megvalósítása érdekében. Az ünnepélyes tanévnyitó keretében tájékoztatták a résztvevőket arról, hogy idén szeptember 1-től megváltozott az országos képzési jegyzékben szereplő képzések rendszere. Immár harmadik éve indítunk szociális szakképzéseket településünkön. Szerencsvárosában a Miskolci Borsod és Térsége Gimnázium és Szakképzőiskola kihelyezetesti tagozataként felnőtt képzésről van szó. Képzéseink ingyenesek és iskolarendszerűek. Eddig a szociális gondozó, tehát 2 évig szociális gondozó és ápoló szakképzést indítottunk, 2 éves volt, és idén 38-an végeztek ebben a képzési formában, mindannyian nagyon jó eredményekkel, tehát nagyon sikeres volt a vizsga. Jövő éven kb. 20-an fognak majd végezni ugyanebben a szociális gondozó és ápoló szakképzésben. Az idén úgy gondoltam, hogy kicsit változtattunk, hiszen változik körülöttünk a világ, és változnak a szükségletek is, és arra alkalmazkodva egy emelt szintű szociális szakgondozó képzést indítunk el. Így is történt, a jelentkezést, illetve a felhívásra viszont sokkal többen jelentkeztek a vártnál. Én magam is nagyon-nagyon meglepődtem, hiszen naponta kaptam a telefonokat. Körülbelül 50 fő jelentkezett, és így, mi majdnem szeretem volna senkit elutasítani, 2 osztályt indítottunk. Illetve az alapszintű szociális gondozó és ápoló képzésünket is elindítjuk, hiszen arra is szép számonokat jelentkező, körülbelül 30 fő, hogy ott is bőven összeáll 1 osztály, egy számunk. A jelentkezők különböző számos településekről. Milyen lesz majd az esélyük azoknak, akik itt végeznek a munkaerőpiacra, hogyan fognak tudni beilleszkedni? Hát örülök neki, hogy feltetted ezt a kérdést, mivel hogy én magam is megkaptam számtalanszor, hogy hová képezünk ennyi szociális szakembert. Ugye itt már 3. éve, és azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentkezők közül, akik szociális szakgondozói képzésre jelentkeztek emelt szintű képzésre, azoknak 95%-a már benne dolgozik a szakmájában. Ők nem azért jöttek ide, hogy majd el tudjanak helyezkedni, ha elvégezték az iskolát, hanem azért jöttek ide, mert szeretnének tanulni, ismereteket szerezni. Ugye rengeteget változott a szociális törvény, változtak az akár az alapszolgáltatásnak a jogosultsági feltételei. Tehát rengeteg minden szakmát érintő kérdés változott, és egész egyszerűen csak szeretnének egy aktuálisabb, frissebb, egy szakmaibb bizonyítványt szerezni. A szociális gondozó és ápoló képzésünkre pedig körülbelül olyan fele arányban jöttek, illetve jelentkeztek olyanok, akik most szeretnének szakmát szerezni. Én úgy gondolom, hogy a szociális képzésre még nagyon-nagyon sokáig szükség lesz. A társadalmi folyamatok is ezt indokálják. Igazából az idős társadalom, az egyre több beteg, rászoruló gondozása és ápolása még nagyon sokáig feladata lesz a szociális ellátórendszernek, én úgy gondolom. Ez pedig feltétlen és elengedhetetlenül szükséges, hogy szakmáját szerető, maximális tudással rendelkező szakemberek dolgozzanak benne.
A szociális ágazatban dolgozó ápolókra, szakápolókra, a házi segítségnyújtásban dolgozókra egyre nagyobb szükség van hazánkban is, hiszen a kedvezőtlen demográfiai változások az öregedő társadalom kialakulásának hatására egyre többen szorulnak segítségre. A kedvezőtlen gazdasági körülmények hatására az idős és beteg emberek gyerekei külföldön találnak megélhetést, így azonban a szülők, nagyszülők egyedül maradnak, akik csak a szociális gondozók segítségére számíthatnak.